Ugorj már főre, hát ha elindul. Na gyere, csinálok itt helyet, hogy nehogy lekasszáljuk senkinek a fejét. Ez esetben ugyan nem derült ki, hogy igazi boszorkával állunk-e szembe, de aki családja hölgytagjaival kilátogat a hétvége folyamán a belvárosi középkori piactérre, könnyen meglepődhet, ha párja némi nogatást követően seprűre pattan. A Szabad Színház tagjai által produkált hamisítatlan vásári életkép mellett hagyományőrző bemutató, régi zene együttes vásári forgatag is várja a családok apraját nagyját egészen az Icsiligetig. Aki pedig szeretné történelmi tudását megcsillogtatni, kétféle módon is megteheti. A játékok középpontjában az óriás bábok állnak. Az Árpád-házi ábogozó, amit a korábbi évekből ismerhetnek. Itt a város, belváros több pontján kiállított királyokból lehet rájönni az Árpád-háznak a családfájára. Vannak kisebb információk minden báb mellett, és ebből lehet egy ilyen matrica füzetbe beragasztani, hogy ki kinek a leszármazottja. A másik pedig az Árpád-ház nyomában, az pedig egy új játékunk. Minden báb megtalálható egy nyomtatványban, és mindegyikről hiányzik egy apró kis részlet, és ezeket a részleteket lehet beragasztani egy ilyen matrica gyűjtő füzetből. Támadás és védelem egyszerre van minden mozdulatban benne. Ez pedig már az Icsiliget, ahol 3 napon át a hagyományőrző ki a főszerep. A kardforgatás és baranta bemutatók mellett lovagolni is lehet, és az állóképességet próbára tevő fa ügyességi játékokon is kipróbálhatják magukat a gyerekek. Természetesen a szülőket sem hagyják unatkozni, középkori hangulatú játékokkal várják őket a liget egyik szegletében. Van egy labirintus játék, az a egyik kedvenc, ott egy labirintusban kell a fekete sereget eljutatni az egyik pontról a másikra, és ráadásul egymással szemben kell, de együtt kell játszani, szoktuk mondani egy párterápia, amikor egy férfi és egy nő játszik. Aztán van egy sodrantyú nevű játék, az egy kimondottan ügyességi játék, és igazából mindegyik az. Most a koronázás ünnepi játékok idején, itt a királyi napokon évről évre meghívnak hagyományőrzőket is, és nagy szerencsénkre minket is, és a 10. század környéki honfoglaló magyar viking vagy szláv zsoldosok mindennapjait szeretnénk egy kicsit itt megmutatni a járókelőknek, látogatóknak. Miért fontos ezt megmutatni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, erre nem is tudok egyszerűen válaszolni. Egyrészt szerintem nagyon érdekes lehet, hogyha bemutatjuk, hogy hogyan élhettek mondjuk úgy 1100 évvel ezelőtt az emberek a Kárpát-medencében. Másrészt izgalmas lehet, aki kapható arra, hogy megnézze, hogy milyen a verekedés, vagy milyen a korabeli harcviselés. De igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy mondjuk a mindennapi élet apró praktikáit, ruhavarrást, ruhafestést, ételkészítést is bemutassuk. Aki nyitott a történelembe, az reméljük, hogy ő tanulhat ezáltal, valamint egy kicsit talán szórakozhat, kikapcsolódhat. Ti honnan szeditek a tudást? Tehát honnan tudjátok, hogy mi volt 1100 éve, és honnan vannak az eszközeitek? Az eszközeink egy számottevő hányadát magunk készítettük. Itt fegyverekre is, viseleti elemekre is, sátorra is egyaránt érvényes ez, de vannak olyan ügyes kezűmester emberek, akiktől vásároljuk mi is a termékeket, sisakokat akár. Hát igyekszünk minél inkább megbízható forrásokat múzeumok és szakmai kiadványok képében felhasználni a kutatásaink során. Nagy szerencsénkre van régész is, az egyesületünkben történész is, úgyhogy igyekszünk minél inkább hűen és az aktuális tudásnak megfelelően bemutatni a dolgokat. Kik látogatnak el ide a táborba? Most meglepődtünk, idén rengetegen vannak, és gyakorlatilag a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megáll egy kicsit nálunk, úgyhogy nagy szerencsénkre azt mondhatom, hogy mindenki. Itt is alszotok? Igen, itt is töltjük az éjszakát. Van, aki estére hazamegy, meg ilyen úri huncutságokkal él, mint zuhany, de a legtöbben itt töltjük az éjszakát is, igen. Ez azt jelenti, hogy büdösek lesztek vasárnap? Természetesen igyekszünk a lehető legkorhűbbek lenni ebből a szempontból is. Polgár Olga és családja Csávolyról érkezett, és éppen az imént emlegetett labirintussal játszik. Igaz, ő nem a párjával, hanem lányával vívja a csatát. Mint mondja, nagyon szereti az államalapítás ünnepe köré szerveződött királyi napokat. Minden évben jövünk ide, mert nagyon szeretjük. Fehérvárat is szeretjük, és ezt a programot nagyon. Mi tetszik a legjobban? Minden. Minden. A táj, a rendezvények, minden nagyon jó. A koronázási ünnepi játékok programsorozata egész hétvégén várja vendégeit. Emellett szombaton középkori élősak és kertmozi, vasárnap pedig az Alba Régia Táncegyüttes fesztiválzáró előadása gazdagítja az események sorát. Továbbra is látogatható a Somogyi Győző kiállítás a Vörösmarty Színházban, és a Városháza is nyitva áll az érdeklődők előtt.
és ráül a levegőre, kérem szépen! Az Icsi Liget sarkában állunk, az egész liget tele van hagyományőrzőkkel és persze érdeklődőkkel, és Sári Mátéhoz fordulok, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ rendezvényszervezőihez, hogy milyen programok, egészen pontosan milyen programok várják itt az érdeklődőket. A mai nap reggelétől egészen 22-e estig várjuk az érdeklődőket, akik főleg a történelem, főleg a hagyományőrzés iránt érdeklődnek, illetve Székesfehérvár történelmét ismerik. Mindenféle korból hagyományőrző csoportokkal találkozhatnak, IS bemutató, lovaglás, harcászati bemutató, a nomád életet kipróbálhatják, vannak itt jurták, különböző szekértáborok, úgyhogy aki kicsit is érdeklődik a történelem iránt, azokat várjuk sok szeretettel. Ez nagyon érdekes és nagyon látványos és nagyon élettel teli, ami itt van a ligetben. Miért fontos bemutatni ezeket a hagyományos régi dolgokat? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos megismerni a kultúránkat, az elődjeinket, és Székesfehérvár az egyik leggazdagabb történelemmel rendelkező magyar város, ugye koronázó város volt nagyon sokáig, itt nyugszanak az Árpádházi királyok, úgyhogy a fehérvári emberek életében, a fehérvári gyerekek életében különösen kiemelt fontosságú az szerintem, hogy megismerkedjünk a történelmünkkel, illetve így lehet tovább örökíteni azokat a dolgokat, amik azért tették a nemzetünket, ami a mai nap. Ugye hagyományőrző bemutató egyrésztről, másrészt pedig ki is lehet próbálni bizonyos dolgokat. Mi az, amit az egyszeri érdeklődő kipróbálhat? Így van, be lehet öltözni a vértekbe, jelmezekbe, ki lehet próbálni különböző fegyvereket. Ahogy említettem, vannak itt táborok, be lehet költözni a jurtámba, a sátrakba, és az egész életérzés, ezt a nomád életérzést ki lehet próbálni egy rövid ideig. A hagyományőrzés után este a modern koncert veszi át, a zene veszi át az uralmat. Van itt mögöttünk egy óriási nagy színpad. Tegnap este Geszti Péter adott egy fantasztikusan nagy koncertet. Ma este milyen koncert lesz itt? Ma István a király egy koncertkeresztmetszet címre keresztelt István a király koncertünk lesz. Feke Pál, Serbán Attila és Novák Péter főszereplésével. A régi rock opera kicsit ránc felvarva a legújabb modern technológiákkal, vizuál technikával és látványos show elemekkel. Érdemes lesz tehát ellátogatni, aki most elindul, persze nem mindegy, hogy honnan indul, de aki elindul, az még találkozhat a mai napon is, meg holnap-holnap után is hagyományőrzőkkel, este pedig egy fantasztikus István a király koncert az Icsi Liget sarkában, az Icsi színpadon 21 órától Feke Pállal és a társulatával. Istenem, nyilvánulj meg nekem, hatalmad végtelen, mutasd meg életem. 38 éve számíthat az István a király mindenkori színpadra állítója biztos sikerre, amit a Szörényi-Bródi szerzőpáros ennyi idő elteltével mondhatjuk örökérvényű zenéje és szövege alapozott meg. Az államalapítás előzményeinek zenés drámáját ezúttal egy koncertbe sűrítve állította színpadra az a Feke Pál, akinek pályafutása immár nem csak énekesként fonódik össze a remek művel. 2008 óta az életem összefolyik, összefort ezzel a rock operával, amire nagyon büszke vagyok. Nagyon sokféle rendezés, nagyon sokféle jubileum. Ugye akkor pont a 25. jubileumra készültünk, mindjárt itt a 40. Úgyhogy nagyon boldog vagyok és nagyon büszke, hogy a saját produkciós cégemmel színpadra állíthattuk ugye a rock opera a koncert változatát, amit most augusztus 20-án itt Székesfehérváron, ami nekem hihetetlen sokat jelent, város, bemutathatjuk ezt a koncertet, úgyhogy nagyon sok érzelem kavarodik ilyenkor az emberben. Személyesen nyilván a te pályád elválaszthatatlan ettől a szereptől. Annak idején ugye volt egy film, amiben Pessőci László játszott, de Varga Miklós énekelt, és aztán Varga Miklós rengeteg szerep, ő volt az első István a király. Biztos mondják, meg hát nyilván tudod is, hogy most már te vagy István a király, legalábbis egy új korszakban. Ez milyen érzés? Azt hiszem, hogy egy Magyarországon működő, dolgozó
hivatását űző előadónak, musical színésznek annál nagyobb élmény, mint hogy ezzel a rockoperával összekössék a nevét, nem létezik. Tehát én, amikor kisrác koromban Bakelit lemezen hallgattam az István a királyt, nem gondoltam volna, hogy ilyen sokféle helyzetben az életem legmeghatározóbb pontja lesz. A Varga Miki fantasztikus, az a szereposztás, azok az ikonok, a Viki Dál, Deák Bél, Varga Miki, Nagy Feró, ők ezt megcsinálták annak idején, nem véletlen a siker. A siker nagyon sok mindentől, sok minden összességéből jön. Egy fantasztikus darab, Szörényi Levente elképesztő zenéje, Bródi János elképesztő szövegei, és egy ikonikus szereposztás, akik ezt annak idején megcsinálták. Tehát volt egy egészen elképesztően erős egybeesés. És én ezért is vagyok nagyon büszke arra, hogy saját magam rendezésében, producerkedésében megvalósulhatott ez 2 évvel ezelőtt. Most már több mint 100 000 néző előtt mutattuk be ezt a koncertet, ami tulajdonképpen a zenére és a látványra összpontosít, nagyon rokkosan szólalnak meg a dalok. Tulajdonképpen egy kicsit úgy szólalnak meg a dalok, ahogy én mindig vártam, hogy megszólaljanak, még nagyobb krafttal, még nagyobb erővel, még több dobbal, több gitárral. Tehát ez egy nagyon dinamikus koncert, és nagyon örülök, hogy állni fognak itt elől a nézők, és mert ez nem egy színházi előadás. Ezt úgy találtam ki, hogy egyszer majd eljövünk például ide, és állva tapsolnak és örjöngenek a nézők. Úgyhogy remélem, hogy ez ma megtörténik. Az előbb Novák Péterre beszélgettem, aki, hát tudjuk az ő pályafutás, hogy a folk, a népzene felől érkezik, de a rock felől érkező, talán egy kicsit szimbolikus, hogy találkoztok egy István a királyban, hiszen Szörényi és Bródi munkásságának az egyik legnagyobb eredetisége és ereje az, hogy a népzenét milyen szépen beemelték, miközben létrehozták a magyar nyelvű rockot. Neked sokat jelent ez a folklóros háttér, illetve gyökere az István a királynak? Én azt hiszem, hogy ez a zeneiség, ahogy ezt összefoglaltad, ez pontosan így van. Természetesen, hát a siker a darabnak nagy részben ezért is van. Nyilván az államalapításunkról szól, Szent Istvánról szól, elképesztő dalok, tehát itt az első hangtól az utolsó is sláger zene. De ebben a népzene fantasztikusan helyet kap. Nyilván a mi koncertünkben, ahogy ezt mondtam is, újra hangszereltük a dalokat, picit máshogyan szólalnak meg ezek a dalok, nyilván óhatatlan, hiszen nem egy 150 tagú zenekarral tudunk megérkezni, hanem egy kis zenekarral, akik egyébként a szakma legjobb zenészei, nagyon büszke vagyok rájuk. Tehát a Novák Peti nem is volt kérdés, amikor megfogalmazódott bennem, hogy a Krónikás dalát, a Gyászba öltözött csillagom című dalt, ami ennek az egész koncertnek az egyik legszebb nyugvó pontja, meg kéne szólaltatni, akkor fontos volt nekem, hogy egy olyan előadó lépjen színpadra, akinek súlya van. A személyiségének súlya van, és a Novák Peti ilyen, elképesztő jelenség a színpadon. Az, hogy a Novák Tata, az édesapja, az, hogy a zenei világ, az, hogy a táncból jön tulajdonképpen, ezek fantasztikus egybeesések, és én azt hiszem, hogy rengeteget ad az ő jelenléte is a darabnak, mint hogy a Szomor Gyuri, aki Koppány lesz, Serbán Attila, aki Laborc, Simon Boglárka, aki 2 szerepben is, Gizella és Sarolt szerepében színpadra lép, Herceg Flóra Rékaként áll színpadra, Serbán Attila kiváló barátom lesz ugye Laborc, és Sándor Péter, aki pedig Torda, ez a mi kis csapatunk, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Egyetlen kérdés, még mindig nagyon fiatal vagy, fiatal ember is, és előadóként is, és biztos ez egy kicsit túlzó párhuzam, de ugye István király is egy fiatal uralkodóból vált a magyar nemzet, később tapasztalt és meghatározó uralkodójával. Te hogy érzed, hogy mennyit értél bele ebbe a szerepbe, illetve meddig fogod még énekelni? Én nagyon remélem, hogy amíg élek, addig ezt el fogom tudni énekelni, és átadhatom magam ennek a szerepnek, vagy ezeknek a szerepeknek. Ugye nagyon sokféle szerep megadatott, mert például az Operettszínházban most Koppányt játszom, ebben a változatban Istvánként lépek a színpadra. Ez egy óriási érzés, rengeteget fejlődött, azt gondolom, az, hogy szólal meg belőlem egy dal. Nyilván ez abból is adódik, hogy azért akkor, amikor először énekeltem ezt, akkor 20 éves voltam, most 40 éves vagyok, tehát óhatatlan, hogy rárakódik a szerepre rengeteg dolog, ami az ember életében történik. Ez egy nagy feladat volt egyébként, hogy a rockoperának miközben a koncertjét látjuk, ez egy keresztmetszet, tehát nyilván nem minden dal szólal meg, nincsenek benne a főurak például, vagy a Koppány feleségei. Nyilván a legdögösebb, legütősebb dalok egymás utániságából adódik ez a koncert, de szerettem volna, hogy például a koronázás az stilizáltan az animációk segítségével megjelenik, ami szerintem az egyik legszebb pillanata, hogy elől állok a színpadon, és a Szent Korona, így egy ilyen animált Szent Korona, amit Madarász János Madár látványtervező barátom készített, az így egyszer csak így föntről így lejön. Tehát nagyon sok mindent meg kellett oldanunk, hogy a darabnak azért az igazi magyar ős ereje, amitől ez siker, az meg tudjon mutatkozni ebben a koncertben. Miközben nagyon sok ponton, például ahol tömegek rohantak eddig, és 100-an mentek át a színpadon, ott 2 kiváló rockgitáros kollégám zúzza a rockzenét. És ezt úgy látom, hogy imádják. Eddig nagyon nagy sikere volt a produkciónak.
István, akit nemzettél atyám. Én most esküszöm, hogy számíthatsz rám. De sír, el nem temet, én őrzöm lelkedet. Míg élek, folytatom a művedet. Mint minden korszakos alkotásnál, az István a királynál is összetett dolog a siker titka, de az biztos, hogy a rockzene és a magyar folklór találkozása fantasztikus erővel hat. Talán nem véletlen, hogy Novák Péter, aki mindkét műfajban jelentőset alkotott, gyerekszereplőként már az 1983-as ősbemutatónak is részese volt, ahogy most az Icsiligetben is színpadra lépett. Mindenféleképpen fontos az, hogy egy lassan 40 éves történetről beszélünk. Hát mi más határozzá meg a értékét a munkánknak, mint maga az eltelt idő. És ez nagyon-nagyon hosszú, meg az én életemben is, mert 13 éves koromban legelső előadásban gyerekszereplő lehettem jelen, és még most is itt vagyok, tehát ez egy ilyen izgalmas végig gondolni azt, hogy mitől válik valami ennyire jelentőssé. A musical irodalom azt mutatja, hogy két dologról darabot írni mindenféleképpen hosszú távú befektetés, az egyik a vallás alapítás, az a Jézus Krisztus szupersztár, másik az állam alapítás, meg az István a király. Tehát tréfát félretérve, maga Szörnyi Bródi is bevallott, hogy milyen nagy hatást gyakorolt rájuk annak idején a Weber mű, és én azt gondolom, hogy minden olyan elemet sikerült zeneszerzőként, dalszövegíróként beletenniük, ami lokális. Ez volt az az időszak, amikor a népzene megjelent a Szörényi művekben, már a Kőműves Kelemennel néhány évvel korábban is, azt az István a királyban teljesített. Ki kevesen tudják, hogy Márta István volt ennek a hangszerelője, hogy ott volt annak idén a muzsikás zenekar, és mindenki, aki izgalmasan ebben a műfajban alkotott valamit, köztük édesapám Novák Ferenc, aki az első előadásnak volt a koreográfusa, és aztán számtalannak a rendezője. Én azt hiszem, hogyha az identitás a kérdés, akkor mindenféleképpen a maradandóságát pont ez határozza meg, hogy egész egyszerűen mi is benne vagyunk, jelen vagyunk, miközben a világ népzenéjének, a rock and rollnak a legnemesebb eredményei és ereje szólal meg. E kettő együtt egy egészen különleges mixet hozott létre, amit világzenének szoktunk hívni. Megjegyzem, hogy ez a kifejezés is először Magyarországon hangzott el a Vízöntő zenekartól a 70-es években. Szóval valahogy a népzenének és a könnyű zenének ez az együttese, ez nekünk nagyon-nagyon jól áll. Én azt hiszem, hogy a darab hosszú távúsága és állandó értékei azok ezekben keresendők. Sokszor mondod, hogy a népzene, és ugye tudjuk, hogy Szörényi és Bródi már gyakorlatilag az Illés korszakban is azzal is váltott ki elismerést, hogy miközben megalapították gyakorlatilag a magyar rockzenét, magyar nyelvű rockzenét, a népzenének a motivumait erre nagyon szépen tudták ráemelni, vagy beemelni. Lehet mondani, hogy hozzád, akinek hát családi identitásból, illetve hát saját magad miatt is a folk, a népzene, a nép művészet közel áll, ez is vonzóbbá, vagy ez is sajátabbá teszi az István a király? Természetesen az én egész zenei karrierem az a népzenének köszönhető, fura mód. Tehát miután a születésem pillanatától ez a zenei közeg vett körül, egész egyszerűen idő után azt kezdtem észrevenni, hogy azok a zenék, amiket később hallgatok egyre felnőttebb vagy érettebb fejjel, azok mind-mind ebben a műfajban gyökeresztethetők. Persze akkor még nem tudtam, ez mondjuk a én 8-9-10 éves énemre vonatkoztatott tudás, vagy nem tudás, hogy mindez milyen szoros összefüggésben van a komoly zenével, és hogy a magas és a mély kultúra a középkortól kezdve, vagy inkább a reneszánsztól kezdve milyen erős hatást gyakorolt egymásra, és a mai napig barokk zenei fordulatokat vehetünk észre a legautentikusabb népzenéinkben is, tehát a főúri zene az egész egyszerűen a parasztok szintjén is megfogalmazódott, és valami másfajta minőséget hozott létre. Ez akkor az én kaotikus elmémben valami őrületes felfedezésnek tűnt, aztán a zeneirodalmi tanulmányai mindezt igazolták, hogy valóban ez így is zajlott. Én azt hiszem, hogy azt jó felfedeznünk, hogy minden és mindenki egy, és mindennek van valami nagyon izgalmas kölcsönhatása. Ebben a darabban is azt láthatjuk, hogy évszázados dallamok és a legmodernebb fordulatok találkoznak egymással, így aztán azt tudom mondani, hogy érdemes széles körűen befogadni az eltérő eszmerendszereket, értékrendeket, mert abból aztán olyan minőségek jönnek létre, hogy csak kapkodjuk a fejünket, hogy milyen izgalmas az élet. Hát igen, biztos, hogy ha akár azt nézzük, amikor bemutatták Magyarországon, akkor egész más jelentést is hordozott egy ilyen darabnak
a történet, a mondani valója, azóta nagyon sokszor sokféleképpen, mint az örökérvényű műveket általában. Egy sor szeretnék kiemelni, és nem provokációnak szállom a kérdést. Mai Magyarországon a darab egyik utolsó sora az, hogy árad a szeretet fénye ránk. Ez ma milyen? Hát ma milyen, azt én nem tudom. Azt hittem, hogy azt gondolom, hogy veled, uram, de nélküled, és akkor még sorolhatnánk azokat a nagy, hogy mondják ezt manapság, a bemondásokat, amitől valami slágerré változik. Ez szerintem a drámairodalomnak a sajátja, tehát Shakespeare és Molière csodálatos műveinek sokaságát tudnánk citálni egy-egy korba. Inkább az érdekes, hogy körbefordul a múlt, tehát hogy mindig alánk csúszik a történelem, és mindig valamilyen jelentőséget tulajdonítunk ennek a dolognak. Én egy sztorit mesek ezzel kapcsolatban, hogy magától a szerzőtől, Szörényi Leventétől hallottam, aki mondta, hogy ő ezt annak idején a Május elsőségnek a paródiájának szánta, az áródalt. Tehát ő volt a legjobban megdöbbenve, hogy már 1983-ban aztán minden egyes interpretálás alkalmával az emberek csillogó szemmel és könnyezve éneklik, pedig ő a dallamában is, és a dallam vezetésében is inkább a felvonulásoknak ezt a fajta kultuszát akarta parodizálni. Hát ilyen, amikor a szerzői szándék, és aztán a világ az mást mutat. Valójában te magad válaszolsz az első kérdésedre ezzel, hogy azért maradhat fönn egy ilyen darab, mert valamilyen oknál fogva a jó irodalmi, zenei, képzőművészeti, bármilyen művészeti termékek, azok időről időre visszatükröződnek a világban, és akkor egyszer csak azt gondoljuk, hogy ez nagyon nekünk szól, és nagyon, nagyon a mának és a mostnak szól. Egyet kívánhatunk közösen szerintem, hogy ez a beszélgetés majd egy következő Novák Péterrel, meg bárkivel 40 év, meg 400 év múlva is megtörténhessen, mert akkor valóban igaz, amit Szörényi Lajos Bródiról gondolunk most. Egy igazán áramvonalasított rockkoncertként is remek, látványos előadás a Fekke Pál által színpadra állított István a király, amelyet az elmúlt két évben már több mint 100 000 néző látott Magyarországon. A hatás azonban így is olyan, mint az István a király csaknem 40 éves történetében mindig is volt, ennek pedig az államalapítás ünnepén Szent István városa, Székesfehérvár tökéletesen méltó helyszíne volt. A főtér tulajdonképpen egy középkori piacá avanzsált, ahol mindenféle érdekes dolog történik, ahogy a hátam mögött is lehet hallani, és mindjárt meg is mutatjuk majd. És egyébként a középkori hangulat egyik kiemelt felelőse a Szabad Színház, és el kell, hogy áruljam, hogy tegnap az ünnepi közgyűlésen a Szabad Színház művészeti vezetője Proximitate díjat vehetett át, és gyanítom, hogy a hangulat a társulatra is rányomta a bélyegét, akit tüntetés kapcsán, bár a hangulattal szerintem sosem volt probléma itt. Igen, igen, hát a mi színházunk egyébként egy normális, független színház, de színházi hagyományőrzéssel is foglalkozunk, amit nagyon fontosnak tartok, mert egészen kevesen csinálják egész Európában, úgyhogy mi a színház történet teljes vertikumát föl tudjuk mutatni, de elsősorban is az ókori színjátszás, szertartási játékok a mi szakterületünk, illetve a középkor, most még itt a kora középkorban tartunk. Hát minden közreműködőnek mondtam, ha kérdezik, hogy hányat írunk, akkor mondjuk, hogy hát tekintettel, hogy jövőre 1222 lesz, mert az aranybulla évfordulója, így nem lehet más, csak 1221, és természetesen remek a hangulat. Az a jó az egészben, hogy involváljuk, bevonjuk a város közönségét, mindenki, aki erre jár, megnéz bennünket, vannak nevesített produkcióink, mint például a Pannon mesék, amely egy utcaszínház, ezúttal a Hartwig legendát mutatjuk be, hiszen ennek van szezonja, augusztus 20-án Szent István városában, és természetesen reflektálunk
a környezet, a társadalom eseményeire is. Így most, amit éppen itt a... Az illata nagyon jó, mi ez? Igen, hát a kezemben tartok egy ilyen kis maszkot, majd az illuminátor kollega, így hívták a középkorban azokat, akik ábrázolták a krónikák mellett a történéseket. Tehát a korabeli illuminátor kollega is megmutatja. Ez tulajdonképpen egy járványmaszk, ugye a pestis doktoroknak a mintájára így kell fölhelyezni, és hát az ünnepre tekintettel most levendulával töltjük, egyébként citromfűvel, lócitrommal, kétnapos gatyaszaggal, fülzsírszaggal, és eznek nagyon hatásosak, és természetesen elmondjuk mellé, hogy leghatásosabb a járvány ellen, hogyha az ember ezt fölteszi, és akkor a saját családjában tudja alkalmazni, és mindig elmondjuk az embereknek, hogy a leghatásosabb akkor, hogyha húgyos seprűvel körbejárják és megcsapkodják a családtagokat, mert így használ a járvány ellen. Kinevetjük, tréfálunk ezzel egyébként komoly helyzettel, de ezt az emberek pontosan tudják, el tudják helyezni, értik, és hiányzott is mindenkinek az, hogy végre együtt legyünk, hogy kint legyenek a téren, és együtt nevessenek velünk, mindenre partnerek, átmennek a középkori párakapun, a nagy... Magyarázzuk meg ezt a középkorú párakaput, mert azt látom, hogy ruhák vannak kiaggatva, itt Székesfehérvár főterén, szerintem ilyet egyébként sose lehet látni. Igen, igen, de hát miután így egy jelzi is tulajdonképpen ez a középkori párakapu, hogy egyfajta középkori hangulatba csöppennek, vagy egy történelmi helyzetbe, és amikor átjönnek, akkor azért ez is fizikailag érezteti, és a jó melegben jól is jön, valljuk be. Nagyon finom, illatos mosószappannal mossák egész nap a lányok, oda teregetnek, nagyon szívesen átmennek alatta, és elkészítettük a mesélő házak projektünk keretén belül azt a látképet is, hogy mit láthatott a szemlélő mondjuk a középkorban, amikor még itt állt a bazilika, tehát hogyha valaki az adott pontra, ahova elhelyeztük ezt az ülőkét, átnéz ezen, akkor láthatta, hogy milyen monumentális volt ez a bazilika. Csak nagyon röviden, tényleg csak egy mondatban a mai produkció, illetve a holnapi produkció lényege, hogy nem csak nézni lehet, hanem részesei is lehetünk a középkori kavalkádnak itt a piacon. Így van, mindenki mindenféle attrakcióval részt vehet, nagyon sokfajta játékot csinálunk, általában spontán, tehát hogy ez egy komédia dell'arte, az utánpótlást is erre trenírozzuk, nekik van mindig előtte egy hetes workshop, amikor kifejezetten ezeket a tárgyanimációkat tanuljuk, teljesen mindegy, hogy milyen tárgyak ad a kezünkbe, azzal játszunk, az embereket bevonjuk, és természetesen van nevesített produkció is, mint elmondtam, a Pannon mesék, ez 17:30-kor lesz, 21-én és 22-én is, ez a Hartwig legenda alapján készült, derűs, bumfordi humorral megáldott vásári színjáték, amit a középkori piacokon adtak elő, pont azért, hogy az írás tudatlan emberek is megismerjék a szentek életét, és legfőképpen is Szent Istvánét. Gyanítom, hogy mint ahogy ezt a legendát is Hartwig püspök írta, hogy a dramatizált változatokat is írás tudó emberek készítették, pont azért, hogy a latin miséken értelmezhető legyen, hogy kit is kell tisztelni István királyban. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmesélted nekünk. Tehát ma és holnap folytatódik itt a történelmi kavalkád a belvárosban. Nem csak középkori piacon érezhetik magukat azok, akik ide látogatnak, hanem különböző kézműves foglalkozások, harcászati bemutatók is színesítik a programot, illetve este 7-kor a Nemzeti Emlékhelyen pedig egy élő sakkot láthatnak azok, akik Székesfehérvárra jönnek. A programok vasárnapig tartanak.